Valakinek a táskája? Ja, ide ül, papp, ön ül. Jó, zene. Nem ülök, én csak el. Jó, jó, mindig. Katja, ide tudsz jönni.
megítélnek először a büntetlen miatt, Konrádi Barna Piros ellen hívott büntetőeljárásban, a bíróság tárgyalás megnyitja, megállapítom, hogy a büntetett vádlott megjelent, Dévőzet Jéntőtől, Gaudira Tamás Bíróval elmegfogalmazás alapján, a bíróság részvényében Horváth Ádóta a bíró tárgyalom az ügyet, a jegyzőkönyvet pedig Ének Anomália vezet. A bíróság a 830. ügyében Polovics Mihály és Kókai Hajnal tanúk alapozására megállapítójú tanúk megjelentek, ők a folyosan vállalkoztak, Mester Tibor és Molnár Zoltán tanúkat pedig a bíróság fél tízre idéztek. Mielőtt a bíróság a tárgyalást megkezdeni, először is akkor megkérdezem a vádlottat, hogy mikor kapta meg az idézést, mert a végében még nem érkezett vissza. Az idézést 2008. december 16-án Jó, és akkor miután a sajtó is megjelent a tárgyaláson, tisztázni kell, hogy a vádlott, illetőleg az ügyvédje hozzájárul-e ahhoz, hogy jó, hogy két felvétel készüljön. Először a vádlottnak kérdezem, természetesen hozzájárul. Jó, tehát az arca is rögzítése kerül. Jó, köszönöm, ügyvédje úr. Jó, akkor megállapítom, hogy a tárgyalás megtartásának akadálya nincsen, és akkor tudjuk ismertetem a vádat. A Budapesti Nyomozó Ügyészség emelt vádat Konrádi Barna Pirossal szemben az alábbi tényállás alapján. A vádat 2006. október 23-án 16 óra 30 perc körüli időben a Budapest 5. kerület Deák téren a metró felszíni kiállatánál azt követően, hogy a helyszínen lévő tömeg irányában tömegosztatás végző rendőrségi egység az utcán tartózkodókkal együtt a helyi elhagyására szólította fel, a felszólítás ellenére a helyszínen maradt és a sorfordban álló Mester Tibor rendőr közzászlós több alkalommal lábszállította és a felsőtestén megütötte. Erőszakos magatartásával a végszerű rendőr intézkedést akadályozta. Ezen tényállás alapján a vádlottat elrendeli a BCK 229. feladat és első tekerzés első fordulójába ütköző, hivatalos személy elleni erőszak büntetével vádolja az ügyészség, egyben bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni. Akkor kérném, hogy álljon fel. Először az adatai közvetíti a bíróság. Hogy a személyhatállásban szeretném azt megkérdezni, hogy megérkezett az a jövői indítvány és beadvány, ami a hazugságvizsgálat, a bizonyságvizsgálat, tehát ilyen lenne nekem az ismertetésre sok tudat érdekli, hogy ez a tisztelőság miért nem válaszol erre. Igen, mi hazugja a vizsgálatot indítványoztunk, és csodálkozunk, hogy miért nem történt. Hát a bíróság tárgyalás beletésében az indítvány volt, tehát nyilvánvalóan még bőven időben van. Tehát akkor foglaljanak fel egy helyet, védői beadványra én ismertetem, vagy védői indítványra én ismertetem a PER 300 bírósági iratból az ügyvédő bizonyítás indítványát. Itt csak ugye a lényeget fogom, tehát az ügyvédő indítványozta, hogy a bíróság a BL-260 az első lepedés alapján intézkedjen a Budapesti Nyomozó Ügyészségnél eljárási cselekmény elnyomása iránt, ennek keretében rendelje a vádlott poligráf segítségével történő kihallgatásnál készült jegyzőkön és szaktanácsadói eredményértékelés beszerzését. Az ügyvédő esetleg azt is kívánja, hogy a bizonyítékok értékelésével kapcsolatos indítványát is, vagy észrevételét is ismertetik, így önmagában a poligráf, illetve a két a bíróságnál a idézett vádlott vonatkozó indítvány elegendőek. Igen, személyen egy megszüntetés indítványt tettem, amely a tisztelőség alatt is ebbe lett volna. Nyilvánvalóan szerintünk, hogy a mostani rendelkezés a bizonyítvány is megszüntethető. Tehát kérdésem, igen, szeretném. Indokolásként előadom, a vádlott az emberállítás ügyézet, illetve a gyanúsítás ideje alatt mindig következetesen megegyező tény előadása alapozottan tartalmazza a terjedelmi cselekmény elkövetését, és egyébként szilárd álláspontot is fennáll. Ezzel ellentétben is, hogy egyetlen is Konrádi Orbán vádlott a szembeni intézkedésben részt vett rendőr tanúi vallomásai, a nyomozási eljárásban a vádbeli cselekménnyel és az azt megelőző történésekkel kapcsolatban többször változtak, illetve ellenmondásokat tartalmaznak. Ennek érdekében objektív bizonyító eszköz a mai büntetőeljárási jogtudományállása szerint a hazugságvizsgáló berendezés igénybevételével történő kihallgatás, amely a védelmi álláspontja szerint képes lehet igazolni azt, hogy a vádlott következetes tagadása a valós álláspont. A vádlott a hazugságvizsgáláshoz hozzájárul.